közgyűlés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításokról, nagy rendezvényekről is döntöttek. Fő az egészség, helyi termelők élelmiszereit kóstolhatták meg két iskola diákjai. Parasportnap, a csörgőlabdát, a medibolt és a vakfocit is kipróbálhatták Nyíregyházán. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! A Nyíregyházi Állatpark területén épülő új látogatócentrumot és Hópárduc kifutót, valamint a Hotel Pangea ökocentrumot is a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Üzemelteti majd. Erről is döntöttek ma a városi közgyűlésen. A képviselők szavaztak még többek között az idei idegenforgalmi szempontból is jelentős nagy rendezvényekről és több helyszín kiemelt fejlesztési területé nyilvánításáról. A szálloda elérte a legmagasabb pontját, a nyilászálókat rakják most be, és a belső munkálatok zajlanak, aztán jön a díszítés. 38 egyedi szoba, konferenciaterem és lenyűgöző panoráma látványos szakaszba érkezett a Hotel Pangea ökocentrum építkezése Sóstógyógyfürdőn. Dr. Kovács Ferenc polgármesternek és Ágoston Ildikó önkormányzati képviselőnek hétfőn mutatta be a munkálatokat Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Az ökocentrum a Modern Városok program keretében valósul meg, de topos forrásból is fejleszt a város. Látogatócentrumot és hópárduc kifutót építenek a Nyíregyházi Állatparknál, az új létesítmények üzemeltetéséről is döntöttek a városi közgyűlésen. Sikerült olyan in-house szerződés keretében, tehát nem kellett nyílt közbeszerzést írni, hanem in-house szerződés keretében a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Fogja üzemeltetni, és gyakorlatilag ez az előterjesztés arról szól, hogy itt van egy bizonyos üzemeltetési díj, ezt határoztuk meg, meg az a lehetőség, ugye, hogy ismételten bevétel növekedés fog jelenteni, turista számot fog növelni, ami maga az egész, hát hogy sorstói projektünk közt tulajdonképpen kapcsolódik a szállodaépítésekkel, a gyógyfürdő, a múzeumfalu fejlesztésével, úgyhogy nagyon örülünk és támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket, meg ezt a napirendi pontot is természetes módon. Az előterjesztés 17 igennel és két tartózkodással fogadták el a képviselők. Az önkormányzat egy 100%-os támogatási intenzitású beruházást hajtott végre az állatparkban, és miután ez megvalósult, az állatparknak átadva ezt a beruházást, bérleti díjat fog kérni érte. Ilyenre még nem volt példa az önkormányzat életében, és nem is tartom elfogadhatónak, hiszen akkor, amikor az önkormányzat ingyen pénzt kap az államtól, vagy az Európai Uniótól, teljesen mindegy, hogy kitől, akkor nem tartom stílszerűnek azt, hogy ezután még bérleti díjat kérünk a saját gazdasági társaságunktól, főleg úgy, hogy az áfát is visszaigényli a beruházó, jelen esetben az önkormányzat. Dr. Kovács Ferenc polgármester a közgyűlésen így reagált Nagy László felvetésére. Ez plusz bevételt hoz ez a beruházás az állatparknak, és a plusz bevétel egy részeit jelenti az üzemeltetési díj, és ehhez hozzátartozik költségvetésnél is szerepelt, hogy az önkormányzattól a saját cég, az állatpark kap egyéb címen támogatást. Szeretném megnyugtatni mindenkit, hogy ezzel az állatpark nem kerül rossz a pénzügyi helyzetbe. A közgyűlésen emellett többek között elfogadták a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását, eszerint a kelengye támogatás keretében idén már nem 10, hanem 15 ezer forintot kapnak az önkormányzattól a rászorult családok gyermekszületés után. A lakásfenntartási támogatás mértéke is nőtt, akár havi 7200 forintot is kaphatnak a rászorulók. A város közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területén nyilvánításáról szóló határozat módosítását is elfogadták a közgyűlésen. A beruházások folynak, zajlanak folyamatosan és még várhatóak. Ehhez szükséges bizonyos területeknek a szélesítése, bővítése, hogy ezek a beruházások megvalósulhassanak. Már vannak és már korábbi közgyűlési napirendi pontként szerepeltek Nyíregyháza több területét érintőleges ilyen beruházással érintő területek, amelyeket beemelt a közgyűlés kiemelt területté, ahol a beruházások majd zajlani fognak. Most ezeknek a köre fog bővülni utcák szélesítését, illetve a Bokréta utca sarkán egy egészségügyi centrumnak a
kialakításához szükséges területrésznek a kiemelt fejlesztési területé való nyilvánítása van a napi rendi pontban, támogatjuk az előterjesztést. A képviselők döntöttek még többek között a polgármester szabadságának ütemezéséről és az idei idegenforgalmi szempontból is jelentős nagy rendezvényekről is. Nyíregyházán 2018-ban 7 nagy rendezvény lesz, köztük a Hello Nyíregyháza, a Múzeumok Éjszakája, valamint a Tirpák Fesztivál és Pálinka Nap. Frissen préselt almalé, szilvalekvár és akácméz helyi termelők élelmiszereit kóstolhatták meg szerdán két nyíregyházi oktatási intézményben is a diákok. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Itthonról Otthonra fórum sorozata keretében az egészség tudatos táplálkozásra, a jó minőségű magyar termékekre hívták fel a figyelmet. A nyírségi akácmézzel ismerkedett ez a diák az Arany János gimnáziumban. Láthatóan ízlett neki az édesség. A diák azt mondta, kevés mézet eszik otthon, igazából csak akkor fogyasztja, ha beteg. Mindig akkor eszek, amikor fáj a torkom. És ezt tudod, hogy nem csak akkor lehetne enni, amikor fáj a torkom? De tudom, hogy akkor is lehet enni, amikor nem fáj. És akkor miért nem eszel mézet? Hát nem tudom. Nem csak keve eszik kevés mézet, nem divat itthon a mézfogyasztás. Ezt támasztja alá a statisztika is. Éves szinten 70 dekagrammot eszünk belőle fejenként. Ebből az következik, hogy a megtermelt méz háromnegyede külföldi piacokon talál vevőre. Pedig a méhészek szerint a méz még az immunrendszert is képes stimulálni. Nagyon sok a beteg gyerek. Most az influenzás időszakban vannak osztályok, amik már lassan teljesen kőrülnek. Ha több mézet fogyasztanának, az immunrendszerük erősebb lenne, és azáltal kevesebb lenne a betegségük is. A mézen kívül almalevet és szilvalekvárt is kóstolhattak a diákok ma az Aranyban, sőt egy előadást is tartott számukra a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökségi szóvivője. Süle Katalin arra hívta fel a figyelmüket, hogy a magyar mezőgazdasági termékek jó minőségűek, és ha tehetik, ezeket vásárolják a boltokban. A gyerekek szemléletét már most úgy kell formálni, hogy felnőve egy tudatos vásárlóvá, tudatos fogyasztóvá váljanak, egészséges táplálékot vegyenek magukhoz. Az Aranyban a pedagógiai program is tartalmazza az egészséges életre való nevelést, azonban időről időre szakembereket is hívnak, hogy ezt még inkább tudatosítsák a gyerekekben. Mi magunk is tájékoztatjuk a gyerekeket és szervezünk nekik előadásokat, de sokkal jobb az, hogyha olyan szakavatott személyektől hallják, akik a saját gyakorlati tapasztalataikkal sokkal szélesebb látókörrel ezt elő tudják adni. Az Arany János gimnázium mellett ma még a Bem József általános iskolába is eljutott az Itthonról Otthonra című fórumsorozat. Itt is kiemelten foglalkoztak az egészségtudatos táplálkozással, a zöldséggyümölcs fogyasztással, megismertetve a tanulókat, hogyan kerül az élelmiszer az asztalukra. Gyurcsány Csabainé újra az ígéretek földjén címmel tartott sajtótájékoztató Csók István a Fidesz nyíregyházi szervezetének alelnöke. A politikus úgy véli, hiteltelen, amit a Gyurcsány fémjelezte DK által is támogatott Csabai Lászlóné és a szocialisták a nyugdíjakkal kapcsolatosan ígérnek, hiszen korábban ők pont az ellenkezőjét cselekedték. Többek között egy havi nyugdíjat vettek el az idősektől és soha nem fizettek nekik nyugdíjprémiumot. Csók István arról is szólt, a szocialisták az országot az IMF hitellel, a lakosságot a deviza hitelekkel adósították el, az idősek helyzetét pedig további intézkedésekkel nehezítették. Háromszorosára emelték a gázárát, megduplázták az élelmiszerek áfáját. Nyugdíjadót, vízidíjat és kórházi napidíjat akartak fizettetni az idősekkel. Ezzel szemben a mostani kormány megbecsüli az időseket, az elért eredményekből a nyugdíjasok is részesülnek. A 65 év feletti nyugdíjasok az önkormányzatok karácsonyra ajándékcsomagot kaptak, a rászoruló nyugdíjasok kedvezményes üdültetésben vehetnek részt. 10 000 forintos Erzsébet utalványt és először nyugdíjprémiumot kaptak. Idén 3%-os nyugdíj emelésben részesültek, a rezsicsökkentés továbbra is folytatódik. Megkezdte az Együtt az aláírásgyűjtés Nyíregyházán is a 2018-as országgyűlési választásokra, jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Szigetvári Viktor, a párt miniszterelnök jelöltje, választmányi elnöke.
Az együtt 4 megyei választókerületben állított országgyűlési képviselőjelöltet, közülük a 2 Nyíregyházát érintő körzetben induló Lövei Csaba és Ambrus Magdolna vett részt a tájékoztatón. Szigetvári Viktor Nyíregyházát érintően úgy látja, Lövei Csaba kőkeményen dolgozik és megújulást jelent, ők pedig azon dolgoznak, hogy legyen országos megállapodás a többi ellenzéki párttal az egy közös jelölt témában, bár az utóbbi napok példái szerint az MSZP másként cselekszik. Újságírói kérdésre válaszolva az elnök megfogalmazta, elfogadhatatlannak tartják, hogy a Magyar Szocialista Párt sikeres helyi politikusokat akadályoz meg a mandátumszerzésben. Lövei Csabának csak akkor fogja ajánlani a visszalépést, ha megnyugtató országos megállapodást kötnek. Szerinte nem az Együtt az a párt, amelyik itt a városban bizonyos kérdésekben együtt szavaz a Fidesszel az önkormányzatban. Újságírói kérdésre Csabai Lászlónéval kapcsolatban így fogalmazott. Azt láttam, hogy 2010-ben letette a lantot és átadta a város szocialista párti politikáját egy új generációnak, és én abban az új generációban nem látom azt, hogy azt a konfrontatív, a nyíregyházi polgárok érdekeit szem előtt tartó politikát képviselnék. Nem is véletlen, hogy nem közülük emelt ki a Magyar Szocialista Párt politikust, hanem újra aktivált egy régi, egyébként a politikától visszavonult politikust. Az elmúlt 8 évben rengeteg alkalma lett volna egyébként Csaba Jénének is, hogy konfliktust vállaljon a Fidesszel. Mi ezt nem nagyon láttuk, nem érzékeltük, és vannak olyan szocialista önkormányzati képviselők, akiktől megnyílt kollaborációt láttunk a Fidesszel. Nagy László, az MSZP Nyíregyházi szervezetének elnökségi tagja, önkormányzati képviselő így reagált a kollaboráció vágyjára. Én azt gondolom, hogy valakit nyílt kollaborációval vádolnak, annak semmilyen alapja nincsen. Valamilyen ok miatt úgy gondolják, hogy ez érdemes most, vagy jó, hogyha mondják. Én pedig a nyílt kollaborációnak azt tartom, hogyha Lővei Csaba például bizottságüléseken az önkormányzat költségvetését megszavazza. Az egy elég egyértelmű válasz arra, hogy mi az, amivel együttműködök, vagy mi az, amivel nem működök együtt. Erre egyébként a tegnapi nap során is gazdasági bizottságülésen sor került. Tehát ő elfogadta például a költségvetés módosítását, a 2017-es költségvetés módosítását. Városunkban is megtartották a Magyar Parasport napot, mindjárt jönnek a részletek, előtte még nézzük a nap további híreit. Baleset történt szerda délután a Család utcán egy bevásárlóközpont parkolójába. Nagy ívben kanyarodott be egy személygépkocsi, ám egy szemből szabályosan közlekedő robogós elé fordult. A robogós megsérült, őt kórházba szállították. Az Eperjes utcán is történt baleset szerda délután, egy egyenesen haladó haszongépjármű elé fordult ki egy személygépkocsi, hogy a kis teherautó vezetője elkerülje az ütközést, elrántotta a kormányt, ám így egy parkolóautónak ütközött, az anyagi kár jelentős. Egy szabálytalanul kanyarodó személygépkocsi fordult egy szabályosan egyenesen haladó jármű elé a Hunyadi Bújtos utcai csomópontban, az anyagi kár jelentős. Nyíregyházán is megtartották a Magyar Parasport napot, számos sportággal ismerkedhettek meg az érdeklődők, kipróbálhatták a csörgőlabdát, a medibolt és a vakfocit is. A medibol alapjait gyakorolják a fiatalok a Zay Anna szakgimnáziumban, ezt a sportágat is kipróbálhatták a fiatalok a Magyar Parasport napon, több programmal is várták az érdeklődőket a szervezők. Lesz egy kis verseny is, mégpedig kerekesszékes szlalom verseny, és abból kosáradobás, lesz a vakfutás, lesz a csörgőlabda. De volt ülőröplabda és erőemelés is. A tavalyi év végén döntött arról a parlament, hogy megtartják a Magyar Parasport napot, ahol megünneplik a sportolókat, illetve felhívják a társadalom figyelmét a fogyatékkal élőkre. Ráirányítja a figyelmet a sportra, a közösségekre, az épek társadalmára és a fogyatékosok társadalmára. Na azt gondolom, hogy érdemes méltón megünnepelni ezt a mai napot, érdemes ezeket a hidakat építeni egymás között, és érdemes a magyar parasportot, azt a teljesítményt, hogy valaki vagy vele született, vagy éppen egy tragikus balesetben szenvedett olyan fogyatékosságot, de a kitartó ereje, a teljesítménye, a győzelemre való akarata, a társadalomba való beilleszkedése és hasznossága okán, na azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés, a magyar társadalom szolidaritását is jelenti.
A megyében rendszeresen tartanak sportversenyeket fogyatékkal élőknek, ez ugyanis lehetőséget ad arra, hogy minél többen megismerjék teljesítményüket. Egy kapcsot képez az egészséges és a parasportolók között, az egészséges és a valamilyen fogyatékossággal élő gyerekek között. Picit jobban megismerhetik egymást, egy picit belekóstolhatnak abba a sporttevékenységbe, amit a másik űz, és ez a kapocs, bízunk benne, hogy barátsággá is fejlődik majd a későbbiekben, és hát ezzel már elérjük azt a célt, ami szerintem a legfontosabb összetartó ereje magának az életnek, az emberi kapcsolatoknak az erősítését. Tehát még egyszer mondom, maga a parasport napja a sporton kívül egy szimbolikus jelentőséggel sokkal inkább túlmutat azon, mint amit talán maguk az előterjesztők is elképzeltek akkor, amikor ezt létrehozták. A rendezvény kapcsán egy rajzpályázatot is hirdettek, melynek eredmény hirdetésére most került sor. A Parasport napon közönségtalálkozót is szerveztek, ahol bajnokok beszéltek pályafutásukról. Olimpiai aranyérmes lett a magyar rövidpályás gyors korcsolya férfi csapat, ezzel sporttörténelmet írtak, 1980 után szerzett újra érmet Magyarország téli olimpián. Dél-Koreában tartózkodik dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, aki a helyszínen szurkolt a fiúknak. Nagyon sokan drukkoltunk a helyszínen, és azt, hogy olimpiai aranyérmet nyertek, 38 éve volt utoljára érem, a korcsolya sportágakban, egyik táncban, és ez azt jelenti, hogy aranyérem még soha nem volt téli olimpián, tehát mindenféleképpen sporttörténelmi siker, soha nem volt ilyen eredményes a magyar csapat téli olimpián, amióta rendezik a téli olimpiákat, ugye 1948-ban volt szintén ezüstérmünk, 80-ban volt ezüstérmünk, és most 2018-ban aranyéremnek örülhettünk, és még voltak helyezéseink, pontszerző helyezéseink. Két nappal ezelőtt a lányok negyedik helyezése is egy fantasztikus siker volt, most a fiúk pedig aranyérmet hoznak. A kupa győzelem után a bajnoki aranyéremért száll harcba a Nyíregyházi Sportcentrum ülő röplabda együttese. A csapat néhány napja védte meg címét a Magyar Kupában. A bajnokság utolsó fordulóját májusban Nyíregyházán rendezik. 26. alkalommal nyerte meg az ülő röplabda Magyar Kupát a Nyíregyháza. Domokos András az egyetlen a csapatból, aki mind a 26 alkalommal a kerettagja volt. Úgy kellett a társaságot összeszedni a végén, hogy ünnepeljünk, mert annyira megszokott volt már, megszokott ez a kupagyőzelem, de természetesen emlékszem az elsőre is, és az nagyon nagy boldogság volt, de ebbe a korban már, mint én most vagyok, lehet, hogy ez az utolsó, ez szintén nagyon nagy örömet jelentett nekem. A kupa döntőben a miénk a Kikinda ellen győztek 3-0-ra, ők lehetnek a bajnokságban is a nagy riválisok. A nyíregyházi csapat az elmúlt időszakban alaposan megfiatalodott. Erdő Zsófia, Berényi Eszter és Sitkó Tamara is csatlakozott az együtteshez, utóbbi úgy érzi, egy jó közösségbe került. Nagyon szeretek lejárni edzésre, nagyon jó a társaság, nagyon jó hangulatba telik a felkészülés is. A Magyar Kupa döntő is ilyen hangulatba telt, úgyhogy innentől kezdve a bajnokságra is koncentrálunk. Az ülőröplabda bajnokság márciusban folytatódik, májusban pedig az utolsó fordulót Nyíregyházán rendezik. A sportcentrum játékosai abban bíznak, hazai környezetben ünnepelhetnek majd. A címvédés nem ígérkezik könnyűnek, mivel ősszel betegségek, munkahelyi elfoglaltságok miatt többen is hiányoztak a találkozókról, így két vereséget is szenvedett a gárda, azaz hátrányból várhatja a tavaszi mérkőzéseket. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. A Nyíregyházi Állatpark területén épülő új látogatócentrumot és Hópárduc kifutót, valamint a Hotel Pangea ökocentrumot is a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Üzemelteti majd. Erről is döntöttek ma a városi közgyűlésen. A képviselők szavaztak még többek között az idei idegenforgalmi szempontból is jelentős nagy rendezvényekről és több helyszín kiemelt fejlesztési területé nyilvánításáról. Frissen préselt almalé, szilva lekvár és akácméz. Helyi termelők élelmiszereit kóstolhatták meg szerdán két nyíregyházi oktatási intézményben is a diákok, a Nemzeti Agrár Gazdasági Kamara Itthonról Otthonra fórum sorozata keretében. Városunkban is megtartották a Magyar Parasport napot, számos sportággal ismerkedhettek meg az érdeklődők, kipróbálhatták a csörgőlabdát, a medibolt és a vakfocit is.
A Nyíregyházi Televízió híradóját látták, mindjárt jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig pénteken este is várjuk majd önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!